Az ultrawide monitorok egész régen belünk vannak, és ez egy remek, innovatív rendszer. De mi a helyzet a konzolokkal? Mi történik, ha egy ilyen monitorra rákötünk mondjuk egy PS5-öt? Járjunk utána. Ha gamer PC vagy videókártya vásárláson gondolkodsz, akkor nézd rá a Kingstack Shopra linket megtalálod a leírásba. A 21 vagy 32 es rendelkező monitoroknak a létjogosultsága egyáltalán nem vita Sokkal szélesebb, nagyobb felületet látsz be a játékokban, és persze munkánál vagy hétköznapi fogyasztásnál is kiváló választás lehet egy ilyen képernyő. Mivel ezek árban egyre elérhetőbbek az átlag felhasználó számára is, ezért gondoltam foglalkozunk a témával, meg fogom nézni, mi a helyzet a PC-n és a konzolokon jelen esetben egy ps Ehhez a teszthez az MSI leküldött nekem egy monitorat, aminek hála én már gémereknek szám monitorral tesztelhetem, mi a helyzet. Ez egyébként a célom is volt, hogy ne egy átlagos belépő szintű ultrawide monitorral nézzem meg, ezzel amúgy én is rendelkezek alapvetően, úgyhogy erről is tudok véleményt alkotni, hogy miben kevesebb, miben több, mint egy gémereknek szám monitor. De mindenek előtt, ha még nem hallottál róla, beszéljünk arról, hogy mi ez az ultrawide monitor és mire jó egyáltalán. Alapból volt a 4-3-as képarány, legalábbis én legelőször ezzel találkoztam. Azóta persze ez már kifutott a köztudatból, én is csak akkor találkozok vele, amikor retro -tesztet készítek, de amúgy nagyon hangulatos, nagyon retro feeling van az egésznek. Ezt váltotta a 16.9-es képarány, ami már kicsit szélesebb az előzőnél, és végül is egy standardé vált a monitorok és a tévék terén. A legtöbb játék ezzel kompatibilis. Ezután érkezett egy még szélesebb 9 es arányú szabvány, ami ritkább, mint a 16.9, de egyre jobban kezd elterjedni a felhasználók körében. Ennek a felbontása nem túl rendkívüli, a vertikális képpont mennyiség mindig egy szabványos felbontás értéke, és a horizontális képpontok száma az, ami eltérő. Például a 2560x1080 felbontás, amin látszik is, hogy egy full HD felbontás egy kicsit széthúzva, de ilyen mondjuk a 3440x1440p, ahol persze egy QHD felbontás van széthúzva minden ma megjelent játék 16.9-re van írva, de főleg PC esetében natívan megkapják a 21.9-es, vagy a még nagyobb 32.9-es monitorok felbontását is. Eleinte emlékszem, olyan megoldások voltak, hogy maga a felhasználói felület maradt a helyén, mintha egy 16.9-es felbontással játszanánk, és csak a látótér szélesedett ki, de maga a hud az a helyén maradt. Nem úzódott ki a két szélire a képernyőnek. Ó, és persze ide tartozik az a megoldás is, hogy nem is kapunk több képet a játékból, csak a látóteret húzza szét, és a képernyő két szélén egy amolyan nyújtott képet kapunk. A semmi persze jobb, de ez sem az igazi. Ma már gyakran teljes mértékben adott a 24.9-es képarány a játékokban, aminek nem sokan, de nagyon örülnek. De mi a helyzet a konzolokkal? Nézzük meg ezt is. A konzolok esete sajnos nem ennyire egyszerű, egy konzoljáték egy fix felbontást kap, ami arra lett kitalálva, hogy a fejlesztők által megadott teljesítményt tudja tartani. Legalábbis az Xbox 360 PS3-as konzolgenerációban ez így volt, ezután már bevezették a változó felbontást és a sokfajta más megoldást, ami hozzájárul a konstant teljesítményhez. Valahogy az ultrawide felé nem igaz az ányitnak, pedig minden lehetőség adott lenne. Most, hogy 4K felbontáson mennek a játékok, teljesítményben nem is követelnének többet a felsorolt felbontások, mivel ezek kevesebbek, mint a natív 4K. Csak annyit kéne csinálniuk, hogy engedélyezik a beállításokban a dolgot, és kicsit növelik a látóteret. Persze minden játékot alapból így kéne megírni, mert utólag, ha változtatnak, az problémás lehet. Ez a probléma azért jelentkezhet, mert sok játéknál, amit éppen látsz, az van grafikailag teljes mértékben megalkotva. Így a szélesebb teret látná be, fényderülne olyan grafikai tökéletlenségekre, amit el akartak rejteni a felhasználók.

tépózban álló karakterek, vagy csak a főhősünk bugos megjelenítése is előfordulhat, éppen ezért kell jó előre beépíteni a 21.9-es képarányt a játékokba. Az esetleg megoldás lehet, hogy egy meglévő játékba kroppalunk bele, de ezzel a képarányja kevesebbet látnánk a játékból, mint a 169 es úgyhogy ennek értelme nem sok lenne. Mielőtt még indítanék pár játékot, először nézzük meg, hogy milyen képernyővel fogom végezni a tesztet. Ez egy emesi mag 301 RF típusú monitor, ami 30 szoros képátlóval és 21.9-es rendelkezik. Emellett 2560 1080x1080 pixel felbontással. A felbontás választás azért esett a gyártó részéről pont erre, nem magasabbra, mivel rapid IPS panelünk van és 200 Hz-es képfrissítésre képes. Emellett persze 1 milliszekes válaszidőnk lesz. A kinézetre sincs panasz, nagyon gémeresre sikeredett, fekete, szögletes bemarások is vannak, és RGB is jellemzi ezt a képernyőt. Az, hogy egy modern játékot ezen a felbontáson 220 FPS-sel futtassunk, majd hogy nem lehetetlen, kivéve persze, ha van egy RTX 4080 vagy 49 ünk Ezek alapján képzelhetitek, mi lenne, ha nagyobb felbontással lenne a monitornak. De mi lesz azokkal a játékosokkal, akik nem tudják fix 200 FPS-sel futatni a játékokat? Olyan sokat nem veszítenek ők sem, mivel a változó képfrissítés itt is jelen van, amit nem győzök jobban dicsérni, hogy mennyi Hasznos. Ez persze működik attól függetlenül is, hogy melyik videókártya gyártóra tettétek le a voksotokat. Konyha ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 100 vagy 120 fps-etek van egy adott játékban, akkor is sokkal jobban fog közelíteni az élmény a 200 fps-hez, és persze nulla csíkozás lesz a képernyőn. Azt meg kell említenem, hogy az említett 200-as képfrissítés csak is kizárólag DisplayPorton keresztül érheted el. Tehát kapásból ebből a konzolok ki is estek. Azoknál maximum 180 Hz-es képfrissítést lehet beállítani, HDMI-n keresztül. Ami nem olyan nagy veszteség tekintve, hogy a konzoloknál a maximális FPS szám egy játéknál 120 FPS. A Rapid és lényegében egy olyan paneltípus, ami nagyon gyors válaszidőt eredményez, anélkül, hogy ennek a kárát szenvedné a fényerő és színnéség. Tehát szép képet kapunk, és emellett megmarad az 1 millisekes mm válaszidő, így egy játék közben sokkal hamarabb láthatod, ha mondjuk lelőnek. De nincs is más hátra, kössük rá ezt a monitort egy konzolra, és nézzük meg, mi történik, mit tudunk beállítani. A beállításokban csak a 1080p felbontás érhető el, se a 1440p, se semmi magasabb. Emellett így kiesik a konzol VR funkciója is, de ez a 1440p felbontásnál is kiesik. A 120 Hz-et megkapjuk és a HDR-t is, de ennyi, a beállításokban nincs más. Mivel nincs ultrawide támogatottság, ezért vagy két oldalt kapunk egy fekete sávot, vagy kihúzzuk, és egy kicsit nyújtott képet kapunk. Úgy vettem észre, hogy ez a dolog bár nem egy elegáns megoldás, megszokható. Most, hogy beállítottunk mindent, nézzétek meg, hogy milyen a játékélmény a PS5-ön. A színek gyönyörűek, erre nincs panasz, pofásan néz ki minden játék, de a képarány továbbra sem támogatott. Kivételt képez a Death Stranding Director's Cut, elvileg ez natívan kapott ultrawide támogatottságot, de ezen kívül semmi más nem kapta meg ezt. Itt meg kell jegyeznem, hogy a Warzone 20 milyen simán fut konzolon, egy élmény az egész. Ezt azért emelem ki, mert sajnos megnéztem PC-n is. Gondoltam, hogy ehhez a nagy felbontáshoz és a 200 Hz-hez elég lesz majd egy RTX 3070 is. Most évettem. Hiába veszem le a grafikát, akkor se érjük el a 200 FPS, de legalább, ahogy ti is látjátok, a VRR teszi a dolgát, és így is siba élményben volt részem. Azt ti is látjátok, hogy a cségóval semmiféle problémám nem volt. A felbontás is támogatott, és a 200 FPS se volt olyan nehéz elérni. Talán ez volt a legsimább FPS élményem a test során. Sok egyéb esportjátéknál is elérhetitek egyébként a hőn 200 FPS, de a grafikai igényesebb címeknél szinte lehetetlen. Ez egyértelműen egy esport szánt monitor, de arra kiváló. És azt még meg kell említenem, hogyha valaki dolgozik az adott konfigon, ez a képarány már már kötelező. Én is ilyet használok, és az extra tér nagyon hasznos tud lenni, főleg akkor, ha két ablakot nézel egyszerre. Persze az enyémben 75 hz támogatottság van, nincs még ez a 200, úgyhogy nagyon sima volt ez az élmény. Kár, hogy ez nem marad nálam. Sajnos vissza kell mennie, de nagyon jó volt használni ezt pár hétig. Nagyon sima volt az egész. Na de ennyi lett volna már ez a teszt. Remélem a képarányokkal kapcsolatban sok kérdésre választ kaptatok. Hogyha megtetszett ez a monitor, akkor linket találok hozzá a leírásban. A következőben találkozunk addig is. Sziasztok! A csatorna főtámogatója a 4kshop.hu